Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2022. június 8-án szerdán. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Aktualitások a gyümölcs termesztésben. Felelős állattartás. A jó idő beköszöntével a gyümölcs termesztés világa is beindul, kezdődik a megy és cseresznye szezon. Az idei év termesztéséről, folyamatairól Sűrés Sándor őstermelő nyilatkozott. Beköszöntött a jó idő, és nagyon sok gyümölcs érik ilyenkor. Mit tudhatunk ezekről? Ugye a szezon legeleje van még, ilyenkor ugye megyet, cseresznyét, korai kajszit, az, amit lehet szüretelni, hát abban az esetben, akinek megfelelő fajtája van, és tudott védekezni, hisz ugye tudjuk, hogy a tavaszunk az megint nem volt optimális, meg ideális. Tehát ugye kezdtük azzal, hogy márciusban folyamatosan visszatértek azok a fagyok, amiket nem szeretünk, és hát a kajszik zöme sérült, de még így is egy ilyen közepes vagy közepestől gyengébb termés az várható, illetve az eleje az már érik is. A megyek, cseresznyék ugye akkor még nem virágoznak, tehát általában április elejétől, közepétől. Az idei év ugye a tavasz hűvösebb volt, ezért később kezdték. Viszont az képes arra, hogy zöld bimbon belül is megfázzon, fogja magát a bibe elbarnul, és hogyha nincsen bibe, akkor nincsen termékenyülés. Tehát úgy kezdtük ezt az egészet, hogy ilyen 30-50%-os fagykárral a megyben. És az utóbbi két évben elfogadható megytermés nem volt, idén az elfogadható kategória van. Ennek a tavaszi fagyon kívül az az oka, hogy amikor virágzott, akkor megint jött egy hűvös periódus, tehát ilyen 10-12 fok volt, ahol a házi méhek nem jártak. Úgyhogy ebbe kellett egy jó kis trükköt csinálni, hogy a posztméheket, meg az egyéb ilyen vadabb beporzókat szépen oda csábítsuk a virágokhoz, és ami a fákon maradt, gyakorlatilag ezeknek köszönhetjük, mert akkor a házi méhek sajnos nem jártak. Tehát ez az egyik nehézsége a gyümölcs termesztésre, amire piszkosul fel kell készülni, máskülönben nem szüretelünk semmit. Mire kell még odafigyelni ahhoz, hogy a gyümölcs termés szép érett legyen? Hát ugye ezt néhány mondatban elég nehéz összefoglalni. Hát először is, amikor megérik a gyümölcsünk és korai primőr szezonról van szó, megyről, cseresznyéről, akkor hallhatjuk a háttérbe ezeket a háttérzajokat. Tehát ahhoz, hogy ezeket a korai gyümölcsöket be tudjuk takarítani olyan minőségbe, hogy szeretnénk, azt meg is kell védeni. Tehát nem elég az, hogy tudjuk ugye megtermeszteni. És akkor most mondok egy példát, hogy 10 évvel ezelőtt is volt seregékár, de nem ilyen mértékű, mint ami az utóbbi években. Tehát védett madár, felszaporodtak, a védett madárhoz ugye nem szabad hozzányúlni, innentől kezdve nem marad más megoldás, mint a riasztás. Ugye a háttérben a szónikus riasztást halljuk, ebből sem elég egyféle, mert ugye okos madárról van szó, és megtanulja. Tehát többféle kell, állandóan cserélgetni kell a helyüket is. És ugye azt tudja mindenki, hogy egy rendkívül aszályos évről van szó, tehát példa nélküli ennyire száraz tavasz, meg száraz tél még nem volt soha. És ugye innentől kezdve éjjel-nappal nem lehet öntözni, mert egyrészt kimossuk ugye a táplálékból, a talajból a tartalék tápanyagot, másrésztről meg olyan költségünk lesz, hogy többe fog kerülni a hús, mint a leves. Innentől kezdve ugye a megoldás a lombtrágyázás. Ugye ezt lehet kapni akár a boltba is, különböző készítményeket, én ezeket már magam szoktam kikeverni, akár a döglesztett csalánlevél, hagyma, stb., amivel erősítjük, és akkor így szépen javul a gyümölcs méret is, meg a kártevők is elég jól elkerülik. Az egyik kombinációnál észrevettem, hogy a seregélyek sem annyira szeretik, tehát megütik a gyümölcsöt, megütik a másikat, és valamiért nem ízlik nekik. És az érdekessége az, hogy mi emberek viszont nem veszük észre. Tehát szépen az valami láthatatlan rétegbe bevonja a gyümölcsöt, fogyasztáskor pedig nem tűnik fel. Mert hogy konkrétan hogyan lesz ez használható, az még a jövő zenéje, mert ez 2 éve vettem észre, azóta kísérletezgetek az arányokkal. Egyelőre ezt még ilyen formában nem láttam leírva semmit, sehol. Azt gondolom, hogy ez ígéretesnek tűnik. Mi található meg jelenleg itt a kertedben?
ebben a kertben főként medgyek vannak, tehát nálam csak korai és középkorai változatok vannak. Ugye ez egy gyűjteményes kert, ez ugye génmegőrzés, fajta mentés keretében van, de itt azért úgy van, hogy a jobb fajtákból több található belőle, és valamennyi cseresznye is található kifejezetten a keresztmegporzások miatt. És ugye a medgy a legtöbb esetben nem öntermékeny, tehát a fajták 80-90% az idegen megporzásra szorul, és mivel nekem döntő többségében olyan változatok vannak, ahol a vérvonalba, a megy vérvonalba cseresznye is van, így jobban szeret a cseresznyével termékenyülni. Éppen ezért muszáj voltam, hogy a korai cseresznyét is beletenni, még olyan áron is, hogy azért az a legérzékenyebb, tehát még a kajszitól is hamarabb el szokott fagyni a korai cseresznye. Illetve azt a legnehezebb megvédeni a seregétől is. Hiszen mi nekünk primőr, az a seregének is primőr, ráadásul költési időszakban vagyunk. Tehát a seregé fiókák azok talán most kezdenek el kirepülni. És ők pedig éhesek és megint jönni akarnak csemegézni nálam. A kert másik végébe ebben a parcellában, ez az egyes parcella, ott ugye a középkorai, meg a középérésű kajszik vannak, azt jelen pillanatban még nem tudom megmutatni, ugye teljesen zöld állapotban vannak. Oda-haza az útra koraiak azok már érnek, meg potyognak is, mert mindig nem érek oda megszedni őket. Hát a valósághoz még ugye azt is hozzá kell fűzni, hogy az idei évben mindenki tapasztalja, mekkora változás van. Egyrészt ugye a fizetőeszközünk körül, hogy meg van határozva a papíron, hogy mennyi az infláció, annak a valódi mértékét azt ugye mindenki le tudja szűrni akkor, amikor elmegy vásárolni. És van egy ágazat, amelyiket sokkal súlyosabban érinti, ez ugye a mezőgazdaság, azon belül pedig a kertészet. Ez a növényvédő szerek többsége a 100-200, de van, hogy 300%-os drágulással járt. Ugyanígy járt a műtrágya piaca is, különböző okokra ráfogva. Ugye nekem eddig szerencsés helyzetem volt, mert például ebbe a kertbe is egy helybe gazdálkodó tehenészetből kaptam mindig trágyát, kijuttattam, nekem itt nem volt szükségem műtrágyára. Viszont a kialakult helyzet miatt ugye ők befejezték a háztáji gazdálkodást, tehát konkrétan házi tejhez sem nagyon lehet már hozzá jutni. Ugye ennek az a eredménye, hogy szerves trágya sem nagyon lesz, amit ki lehetne juttatni. Innentől kezdve ugye megfizetni a műtrágyát, egyrészt nem akarom a talajszerkezetet még jobban rontani, tehát nem volt könnyű ezt itt helyrehozni, ahogyan én ezt átvettem. Tehát a jövő zenéje, hogy hogyan fogunk tápanyagot visszapótolni, jelen pillanatban az kérdéses. És innentől kezdve muszáj elmondani azt, hogy a kistermelés, a háztáji termelés, feldolgozás, stb. Az így a jövőre nézve erősen kérdőjelessé válik, hogy egyáltalán lehet-e hasznot húzni belőle. Ez a növényvédő szereket is lehetőség szerint ugye kerüljük, tehát feleslegesen nem dolgozunk, meg nem juttatunk ki mérgeket, de azért egy lemosást muszáj megejteni. Virágzáskor legalább egyszer muszáj megejteni. Ugye cseresznyébe megy be, korai változatok miatt ugye annyiból szerencsés vagyok, hogy sem levéltető ellen nem szoktam védekezni, sem cseresznye légy ellen, mert ugye akkor még nincsen. Tehát ezzel megspórolom. De muszáj olyan munkálatokat elvégezni, amik ilyen eseti jellegűek, és mindig időjárástól függőek. Ugye eddig hűvös volt, poloska nem sok van, de ha nem lesz csapadékos időjárásunk, meg visszahűlés, utána a barackot az rendesen fogja csipegetni, meg rágni. Úgyhogy hosszú távra nézve, vagy középhosszú távra nézve, gyakorlatilag én sem tudom, hogy fogom befolytatni. És ez az első év, hogy én ezt mondom, hogy lehet, hogy ennek itt van most vége. A Ficsak családi fesztiválja keretén belül egy kutyás előadással készültek a nézők számára. Varga Katalin, a Kóborka Túri Állatvédők vezetője, a felelős állattartásról nyilatkozott televíziónknak. A Ficsak családi fesztiválján az imént egy kutyás bemutatóra került sor. Mit tudhatunk a felelős állattartásról? Felelős állattartás nagyon fontos dolog, amit már kisgyermekkorban meg kellene tanulniuk a kicsiknek, és talán így az életük során beléjük ivódik, rögzülnének dolgok, és az állataikat, illetve a családban lévő állatokat felelősen tartanák.
Tehát a felelős állattartás az egy nagyon hosszadalmas történés, így most csak egy néhány gondolatot mondok róla, mert elég hosszú lenne, ha most ezt így felsorolnám. Az első, ami talán a legfontosabb, hogy felelősséggel vállaljunk állatot a családba, legyen az kutya, macska, kis hörcsök, hal, kis madárkák, mert mindegyiknek megvan a maga igénye, és azt, hogy mi ezt felelősen tudjuk kezelni, érdemes könyvekben utána olvasni, vagy az interneten megnézni, vagy szakemberhez fordulni. Ami nagyon fontos, a szeretet. Nagyon kell szeretni ezeket a kis állatokat, mert ők is rettenetesen sok szeretetet tudnak adni az ember felé, és ezt nekünk viszonoznunk kell. A szeretet az abból áll egy állatnál, hogy megfelelően tartom, megfelelően táplálom, megfelelő mozgásteret nyújtok neki, ha beteg orvoshoz viszem, ha betegségből beteg az állat, akkor nyugton hagyom, békén hagyom, nem zavarom, mert az nekünk se jó, hogyha fáj a fejünk, és akkor valaki háborgat bennünket. Ugye nagyon fontos, hogy megfelelő hely és terület legyen a számára, ahol tud mozogni, ahol tud szaglászni, játszani, és ehhez fontos, hogy az ember is ezekben részt vegyen, játszom vele, labdázom, például a kutya nagyon szeret labdázni, botokkal szaladgálni, és ez fontos, hogy adjuk meg neki ezt a lehetőséget, illetve a lakásban tartott kutyát nyilván többször le kell vinnünk sétálni, de az udvarban tartott kutyát is érdemes elvinni sétálni, mert így szocializálódik, ismerkedik a fajtársaival, fölvesz bizonyos szagokat, illatokat, ami neki jó dolog. A szeretethez az is hozzátartozik, hogy merjük őket megsimogatni. Nagyon sokszor hallunk olyat, hogy az emberek nem simogatják az állataikat. A kutya abból érzi, hogy szeretjük, ha megsimogatjuk, ha kedvesen szólunk hozzájuk. Nyilván tanítgatni is kell, hasonló. Ha sétálni visszük őket, nagyon fontos, hogy felelősen gondolkozzunk, hogy vigyünk magunkkal mindig nejlonzacskót, és a kutyának, amit elhagy, azt szedjük össze. Mert ezzel azért a környezetet is védjük, figyelünk azokra az embertársainkra, akik éppen nem szeretik annyira a kis állatokat, ami feltétlenül nem baj, akkor baj, ha ezek az emberek állatot tartanak maguk körül. Nagyon sok betegség leselkedik az állatainkra, ezért érdemes időnként felkeresni az állatorvos, nem csak akkor, ha beteg. Érdemes bizonyos vizsgálatokat elvégeztetni rajtuk. Napjainkban az egyik nagyon súlyos betegség a szívférgesség, amit a szúnyogok terjesztenek, ami kivéthetetlen, hogy a szúnyog ugye megcsípje, de ennek is van gyógyszere, amivel el lehet kerülni, hogy a szúnyog, főleg a kutyáknak a betegsége ez, hogy a szúnyog megcsípje a kutyát, mert akkor bizony komoly betegség alakul ki, amit, hogyha nem kezelünk időben, akkor az az állatnak az elpusztulásához is vezet. Ami még nagyon fontos így a környezet, az állat körüli környezet biztosítása, hogy különösen a nyári nagy melegekben mindig legyen előttük friss ivóvíz, nem csak nyáron, de nyilván nyáron még fokozottabban kell erre figyelni, mert fölmelegszik a víz, párolog a víz, könnyen hőgutát kapnak, legyen olyan helyük, ahova el tudnak húzódni. Ez ugye pontosan azt jelzi, hogy megkötve nem szabad állatot tartani, nyilván korlátozva van akkor a mozgása, nem tud oda bújni, ahol ő jól érzi magát, tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelnünk. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!